Köszöntök mindenkit! Már is kezdetét veszi a Wolfenstein 3D bemutatójának negyedik része. Azon pedig egyáltalán ne csodálkozzatok, hogy egyszer úgy mondom Wolfenstein, aztán meg úgy, hogy Wolfenstein. Mind a kettő helyes. Csak az egyik angol, a másik meg német dialektusban használatos. Azt is érdemesnek tartom megjegyezni, hogy bár nagyszerű a borító is és a játék is, sajnos nem háromdimenziós. Mivel mindegyik pálya egy szinten játszódik, nincsenek emeletek, éppen ezért maximum 2,5 dimenziós. A titkos pályák természetéről azt is érdemes megjegyezni, hogy mint azt megszokhattuk a normál pályáknál, mindig van értékelés a végén. Nos, akik maximumra akarják végigcsinálni egyes epizódokat, azoknak a titkos pálya jól keresztbe tesz, mert itt semmi értékelés nincs a titkos pályák végén. Kapsz 15.000 pont jutalmat. Jó, én köszönöm szépen, nagyon kedves, de az értékelés azért egy kicsikét hiányzott, mert itt is vannak titkos helyek, és a végső összesítésbe ez is ugyanúgy beleszámít. Hát hogyne? Jó, mindegy. Nézzük akkor a második pályát. Még mindig úgy látom a falakból ítélve valami pincehelyiségbe lehetek. Na, kiugattam a német juhászokat. Ezek is... itt is van egy kutya. Ezek is celláknak néznek ki. Szevasz. Na, nézzük, van-e itt valami használható? Hát ilyen bödönök vannak, az nem jó semmire. Kutyuli-mutyuli. Itt is egy kutyuli-mutyuli. Lelőttem. Rossz kutya! Na, a kutyakaja az most nem kell. Itt is van bödön, meg egy csap is. Hát... Jó, a tárgyakat nem lehet semmire se használni. Tényleg csak díszletnek vannak itt, meg arra, hogy akadályozzák az ellenségek mozgását, meg a te mozgásodat. Sajnos nem tudtam megmosni a kezemet a csapnál. Meg nem tudom ezeket a növényeket se kiszedni a vázából. Azért ilyen sokat ne várjunk ettől a játéktól, de mint legelső háromdimenziós lövöldözős játék, ez akkor is világsiker lett. Úgy látom, ez egy újabb börtönhelyiség. Csontvászpajtást hagyjuk békében nyugodni. Nézzük, mi van itt. Csontvászpajtás. Kicsivel odébb, aztán a börtönhelyiségből hirtelen ilyen faborítású, eléggé előkelő folyosó lesz. Titkos helyekkel természetesen. Töltény az mindig hasznos. Nézzétek meg, még szép képekkel is van dekorálva, ilyen birodalmi sas. Meg itt is vannak ilyen Hitler profilképek, látjátok. Itt jó sokan vannak, még rendőrbácsik is jönnek, nézzétek meg. Na, jó van. Még időben lelőttem őket. Hát nem csoda, hogy ennyire szerették ezt a játékot. Lehet lövöldözni a rendőröket benne. Jóval korábban, mint ahogy kijött volna a Grand Theft Auto sorozat. De ne térjünk el a tájtól. Nézzük itt, mik vannak. Itt jó nagy helységek vannak. Úgy látom, erre lesz a kiárat. Ott szoktak itt bezárt ajtók lenni. Ez is valami... bálterem vagy... közös étkező helység? Ahogy. Hát igen, az ellenségek is ki tudják nyitni az ajtókat, erre jó, ha felkészültök. Na de most szerezzük meg a kulcsot. Alig volt ellenállás. Nézzük, mi van a kettes ajtó mögött. Ó, a rendőrbácsi! Na itt már kőoszlopok is vannak, bizonyám itt a kijárat. Na. Második pálya. Finish! 100% ölés, 100% titkos, 100% kincs. Na, innentől fog valószínűleg még több rendőrbácsi lesz. Hát ezek tényleg azok, nézzétek már meg a ruhájukat. Jó, tudom, hogy SS katonáknak szánták őket, de szerintetek így néztek ki? A francokat az SS katonáknak fekete egyenruhájuk volt. Fekete. Még a tiszteknek is minimum szürke. Ezeknek meg mi ez a kék rendőr uniform is itt? Meg hol a karszalag, a horogkeresztes karszalag? Milyen SS katonák ezek? BJ Blazkowicz, le van tartóztatva! Kezeket fel! Jól van, na! Tudom!
De ide mégiscsak jobban illik, nem igaz? Na, a kiskatonák egyenruhái sem stimmelnek. Ha elméletileg a Wolfenstein kastély Észak-Németországban van, mit keres itt ez a csomó afrikai egyenruha? Alaposan eltévedtetek, barátocskáim. Afrika a másik irányba volt. Hát a fene egye meg. Afrikába akartunk eljutni, és ide találtunk bejutni. Az édesanyátokba találjátok elmenni, de nagyon gyorsan. A harmadik pálya szintén ebből a terméskőből épült falakkal van körülvéve. És a terméskőben alkotott falakat terméskővel készített titkos átjárók színesítik. Például itt mindjárt föl is vehetjük a legerősebb fegyvert. Figyeljétek BJ arcát ott középen. Ó, oh, ez már igen! Ez már döfi! Micsoda golyószóró fegyverem van. És úgy látom, tele is vagyok töltényből, de hát keressünk még titkos helyeket, hát a százalékokat be kell teljesíteni, ugye? A pályák zenéi nagyon jók. Annyira illenek ehhez a bezártsághoz. Ó, hát nem, van itt tűzerő, kérem szépen. Ha, azokat is jól megpörköltem ezzel. Tehát a pályák zenéi egytől egyik hihetetlenül jók. Annyira passzolnak ehhez az egyedül léthez, hogy csak a négy fal veszi körül BJ Blazkowicz ügynököt, és minden sarkon ellenség leshet rá. Nagyon jól eltalálták a zenéket. Robert Prince remek munkát végzett. Ez a csontváz meg mitől halt meg? Hát itt van egy csomó sült csirke, zöld körettel, meg törve krumplival, meg vagy nem tudom mi az ott mellette. Hát ha ilyen válogatós volt, meg is érdemelte. Na de menjünk ki ebből az újabb börtönblokkból. Valószínűleg még mindig a kastély alatt vagyunk. Hát ezt most nem én csináltam, de BJ nevében is elnézést kérek. Majd legközelebb visszatartom. Hát való igaz, hogy a golyószóró a legerősebb fegyver, dupla annyi töltényt is fogyaszt. Nekem éppen ezért a gépfegyver a kedvencem. Na, itt voltak énekes madarak is a kalickába. Csontvázak. Hogy a fenébe fértek azok bele? Titkos helyekre nagyon jellemző, hogy ha egyet találtál, egész biztos, hogy abból nyílik egy újabb. És itt van még egy golyószóró. Hát sajnos dupla golyószóró nem lehet. Annyira... annyira BJ Blazkowicz nem... nem szakértője a fegyvereknek. Egyszerre kettőt is forgasson, mint a bemutatóképen. Hát hatásvadászkép volt, kétségtelenül, de nem így van. Ó, és itt még több gilingalang. Mihez fog kezdeni BJ Blazkowicz ennyi kincsel, hogyha kijut innen? Tehát a falak itt legalább megváltoztak. Acélfalak voltak. Ugyanabból a fajtából, amiből az ajtók készültek, hát így szín alapján egyértelmű. A negyedik pálya hasonlóképpen... ebből a szürke terméskőből épült, ami névjegye a Wolfenstein 3D játéknak. Greystone 1 a neve. És igazából ezt a falat, ezt bárhol megismerni, akár ezer közül is. Ezt nagyon nehéz elfelejteni. Hogy úgy mondjam, ez a leggyakrabban használt fal az egész játékban. Meg kell hagyni azért, szépen összeillesztették ezeket a köveket. Sokkal barátságosabb, mint ez a hideglelős kék színű fal. A negyedik pálya tehát igazából nem sokban különbözött az első háromtól. Nézzük az ötödik pályát. Itt megint ez a barátságtalan, ilyen hideglelős kék kőfalak vannak, de itt már, ó, itt már vörös tégla is akad. Ó, és ez meg remekül eltalált. Helyileg nem tudom hol lehetek, gondolom még mindig a kastély alatt. Egyébként nem tudom, mi alapján változtatták a pályákon a különböző falakat. Az ötödik pálya végén, amit látjátok, itt már vannak megint fából készült, sokkal kellemesebb falak, és voltak itt
újfajta hullák is. Először azt hittem fűszoknya van ezeken a csontvázakon, aztán jöttem rá, hogy egy egyennadrág foszló maradványai, de hát akkoriban 8 éves fejjel. Az ötödik pálya végén megint visszaváltott a pálya kinézete erre a szürke terméskőre. Igazából nincsen túl nagy változatosság. A halálsikolyok egész jók, amint azt lehetett hallani. Van viszont egy szuper titkos halálsikoly. Ez az a valódi fingás, amit nagyon nehéz előcsalogatni. A következő videóban befejezzük az első epizódot, és neki fogunk a sokkal színesebb második epizódnak is.